Самый веселый барак в лагере. Лагерь. Azt is ismerem, hogy a magyarok lovas nemzet. Vagy ez nagyon jó, de már esik. Ez is igaz. A nyerekből vagy ide lehet elősni, vagy ide. Jobbra vagy balra. A legkedvesebb vendégeket megillető bensőséges hangulat áradta Ferihegyi repülőtéren, amikor megérkezett a Leonid Brezhnev vezetésével hazánkba látogató szovjet párt és kormányküldöttség. A magasrangú vendégeket a magyar párt és állam vezetői élükön Kádár Jánossal meleg szeretettel köszöntötték. A világ figyelme ettől a perctől kezdve 5 napon át Magyarországra összpontosult. Végül a lelkesen integető, tapsoló 10 000-nyi budapesti vette át a vendégszerető házigazda tisztét. Szovjet kommunista pártban az orosz cári rendszernek, sőt még bizonyos értelemben a bizánci birodalomnak is, főleg a 30-as éveket követően számos ismérve megjelent, és ezek az alapjellemzők lehetségessé tették, hogy nagyon elhúzódó, hosszú korszakokon keresztül legyenek emberek vezetők, akkor, amikor már sem biológiai, sem intellektuális adottságaik erre nem predesztinálják őket. De Kádár János eset, ez persze különös eset volt, mert bár nagyon nehézen kezdett, de bizonyos időszak után ő érezte a társadalom támogatását. Mindig szóval abszolút dolgokat sosem szabad elhinni, de mondjuk a társadalom 2/3 mondjuk támogatta, 1/3 nem. Vagy hallgatott. A helyzet azért távolról sem volt ennyire felhőtlen. Mindenekelőtt azért, mert Kádár János és Leonid Brezhnev között komoly ellentétek voltak. Ezek az ellentétek különböző okokra vezethetők vissza. Az első, hogy Kádár Hruscsov embere volt. Kádár Jánost Hruscsov ültette a hatalomba 1956. november 3-án, és egész berendezkedéséhez ő asszisztált, ő nyújtott hozzá segítséget. Ezt a Hruscsovot, akivel Kádárnak ráadásul egy személyes jó viszonya is kialakult, Leonid Brezhnev 1964. októberében puccsal megbuktatta és élesen bírálta. Kádárt ez félelemmel és aggodalommal töltötte el, és meglehetősen példátlan módon a nem tetszésének nyilvánosan is hangot adott, és bizalmas tárgyalásokon is ragaszkodott ehhez a véleményéhez. Brezhnev, aki egy hiú ember volt, ráadásul a helyzetesen volt még eléggé szilárd, ezt nem bocsátotta meg Kádárnak, valószínűleg soha. De egy olyan kegyelmi időszak volt, hogy a szovjet, mit mondjak, mint az oroszlán, amikor tűri, hogy mondhatok akár legyet is, de mondhatok akár egy kis állatot a környéken, tűli, hogy még a bajszát is megrángassa. Valamilyen oknál fogva, mert inkább nem akar konfliktust. Hát ez volt. Thank you.
Második konfliktus Kádár és Brezsnyev között 1968-ban robbant ki, annak kapcsán, hogy a magyar hadsereg 1968. augusztusában részt vett Csehszlovákia megszállásában és a prágai tavasz leverésében. 68 tavaszán volt az, hogy az Ulbrichtis és a Zsivkovics azt mondták, hogy Magyarország a második Csehszlovákia. Útban van a felé. Ezt akkor kikérte magának, de utólag a Brezsnyevvel folytatott beszélgetésben nehezményezte, hogy ebben őt senki nem védte akkor meg. Kádár rokon szenvezett Alexander Dubčekkel, a prágai tavasz vezetőjével, a Csehszlovák párt első emberével. Elsősorban azért, mert reménykedett abban, hogy az akkor reformokkal kísérletező Magyarországnak társa akad a szocialista táborban, Csehszlovákia személyében. Ennél fogva akkor, amikor a szovjet vezetés mindinkább szorgalmazta, hogy erőszakkal vessenek véget, közös erőszakkal vessenek véget annak, ami Prágában történik, Kádár nemzetközi tanácskozáson, Brezsnyevvel való kétoldalú tárgyalásokon rendre Dubček védelmére kelt. Most van egy beszélgetése 68. decemberében az Andropovval, aki a szovjet belpolitika legkeményebb figurája. Ebben a beszélgetésben ő újra elmondta, hogy a beavatkozás értelmetlen volt, politikailag elhibázott volt, több kárt okozott, mint ami hasznot hozott. Hogy ez játszott-e szerepet, vagy már tavasszal ez eredendően eldőlt, de tulajdonképpen attól kezdve a Szovjetunióban komolyan napirendre kerül a Kádár leváltásának a kérdése. Kádár és Brezsnyev között a harmadik ellentét az tulajdonképpen nem, vagy nem csak személyes volt. Ez az ellentét az akkori magyar pártvezetés és a szovjet pártvezetés között feszült. Ez az 1968. január 1-én Magyarországon bevezetett új gazdasági mechanizmussal függött össze. Ugye akkor is voltak ilyen viccek Magyarországon. Te Grün, te tudod, mi ez a gazdasági mechanizmus? Miért te nem tudod, kérdez? Nem. És te tudod? Na várj, mindjárt megmagyarázom. Oho, állj meg, hát magyarázni én is tudom. Tehát ez jellegzetes volt. Nyers rezső, fokjenő, no is legalább tucatnyi kiváló közgazdász és praktikus vezető dolgozott. Így együtt kidolgoztunk szakemberekkel együtt egy mezőgazdasági ár, adó és jövedelemreformot. Ennek kiemelkedő tétele a mezőgazdasági termelő szövetkezeteknek az öntevékenységre történő átállítása. Tehát ahelyett, hogy egy állami irányítási rendszerben kormány utasításokra végezze a maga tevékenységét, a terméket, amit megtermel, ne a tervhivatal rendeletére vagy a kormány rendeletére termelje meg, hanem saját maga kutassa meg a keresletet, a külföldi keresletet és a hazai keresletet a termékei iránt, és önálló tervet készítsen. Ez volt a lényege. Továbbá rájöttek arra az egyszerű igazságra, hogy piaci viszonyok, érdekeltség, megfelelő ösztönzés nélkül a gazdasági szereplők
nem viselkednek észszerűen, és nem érdekeltek abban, hogy többet termeljenek, hogy jobban dolgozzanak. Ellenkező esetben viszont nagyon is. Tulajdonképpen amikor magyar, cseh próbálkozás volt, akkor itt persze nagyon szorosan figyelemmel kísértek, mi is sikerül, mi nem sikerül. Úgy, hogy ha kellett, ha nem kellett, időnként beleszóltak, hogy tessék vigyázni, itt probléma van, lesz probléma, vagy itt nem jól alakul mondjuk valami, vagy a dolgozók hangulata romlik, stb. A gazdasági reform és annak sikerei egyáltalán nem nyerték el Moszkva tetszését. A nem tetszés, az ellentétek pedig nem kerülték el a nyugati sajtó figyelmét sem. A magyar vezetés rendre jelentéseket kapott, összefoglaló jelentéseket arról, hogy mit írnak, mit mondanak nyugaton Magyarországról, a magyar-szovjet viszonyról. Hadd idézzek ebből egy párat 1972-ből. A nyugat-német Rheinische Merkur azt írta, valószínűleg Moszkva most megpróbálja, hogy a szocialista országok korlátozott szuverenitásának és a Kreml szintén korlátlan teljhatalmának Brezsnyev doktrináját kiterjessze a gazdasági életre is, írják Magyarországról. A Financial Times-ban Lendvai Pál a következőket írta, a szovjet-magyar kölcsönös érdekek érvényesüléseként az várható, hogy a magyar rezsim nagyobb óvatosságot tanúsít, és a jövőt illetően inkább alkalmazza a féket, mint a gázpedált. Arra a szovjet vezetés ügyelt, hogy ők formailag nem léptek fel parancsokkal vagy ilyen követelményekkel, nem léptek, gazdasági nehézségeket támasztottak, tehát a külkereskedelmi tárgyalásokon, meg voltak más gazdasági tárgyalások is, ott észrevettük, hogy akadékoskodnak. A szovjetek úgy érezték, hogy ők a nyersanyagokért nem kapják meg azt az árat, emelni akarták a nyersanyagárakat, a kompenzációk számukra nem voltak kielégítőek, ugyanakkor erősödtek bizonyos válságfolyamatok a Szovjetunióban, ennek következtében bizonyos nyersanyagokat nem tudtak szállítani, igényt tartottak bizonyos késztermékekre, miközben nehezményezték a magyar külgazdaság nyitását a nyugati államok felé, ugyanakkor igényelték azokat a magyar exportcikkeket, amelyek tartalmazták azt a technikát, amelyeket ők különböző embargók miatt közvetlen a nyugatiaktól nem kaptak meg. Akkor már nagyon féltek attól, hogy az enyhülési folyamat, hiszen akkor ilyen enyhülés volt, aztán szigorodás, megint egy kis enyhülés, megint szigorodás, de ez inkább a külpolitikában volt. Hogy ez a belpolitikára is kihat, és az enyhülés volt egy varázsszó, fellazítás. Tehát fellazulnak ezek a kisebb országok a nyugati befolyás előtt, és akkor átvesznek nyugati dolgokat, először jön a nyugati áru, aztán nyugati propaganda, aztán nyugati ideológia. Az említett három konfliktus a 70-es évek elejére kiéleződött magyar-szovjet viszony és a Kádárral szembeni bizalmatlanság oda vezetett, hogy Moszkvában komolyan felmerült Kádár János leváltásának a kérdése. Kádár János a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára terjesztette elő a Központi Bizottság beszámolóját. Sokkal nehezebb kérdést jelentett, vagy jelenthetett az, hogy ki lépjen Kádár utódjaként az első ember pozíciójába. Erről persze biztosan dokumentumok alapján, ahogy ez lenni szokott, semmit nem lehet tudni. De legalább két embert emlegettek. Az egyik az MSZNP KB egyik titkára, a politikai bizottság tagja, és egyik erős embere, gyakorlatilag Kádár helyettese, Komócsin Zoltán volt. A másik, Biszku Béla, a forradalom utáni megtorlás keménykezű belügyminisztere, és a hadsereg, a belügy felügyeletét ellátó központi bizottsági titkár lett volna. Az elnökségen belül erős viták voltak,
és a Brezsnyev és másokból az Andropov ezt a változatot nem támogatták. Nemzetközileg is belpolitikai és túl nagy kockázatnak tartották a Kádár menesztését. Ugye 56 miatt egy jelképes figura lett, és amellett foglaltak állást, hogy a Kádárt megtartani, de elérni a Kádárnál, hogy a reform kulcsembereit menessze. No és akkor valamikor 71 ősszel a moszkvai vezetés elhatározta, hogy a Kádár Jánossal kéne őszintén megbeszélni, hogy mi lesz, hogy látja a dolgokat, mi lesz tovább. Mert ez óriási horderejű kérdés. A vadászati világkiállításra is ellátogatott Leonid Brezsnyev és kísérete. A Magyar Párt és Államvezetők Társaságában megtekintették a nagy sikerű szovjet kiállítási pavilont. Több órás séta során meglátogatták a nemzetek csarnokát, majd a jugoszláv, a bolgár, a magyar és az egyiptomi pavilont is. 71. szeptemberben egy rövid látogatásra érkezett meg Budapestre Brezsnyev. Ő Jugoszláviába járt, és visszatérve Moszkvába egy napra megállt itt Budapesten. Itt volt akkor a vadászvilág kiállítása, hogy a vadász volt, a Kádár is volt vadász, szenvedélyes. És akkor ő mondta, hogy gyere hozzánk, már rég nem volt, mert volt szokás egy ilyen nem hivatalos látogatásoknak. Mondjuk 72 elején, januárban, februárban, gyere vadászni Moszkva környékén. Együtt akkor töltünk bizonyos időt, elbeszélgettünk. Kádár beleegyezett. Moszkvában megkezdődött a látogatás előkészítése. Február 14-én sor került erre a nem hivatalos látogatásra. Én részt vettem az előkészítésbe, de nem gondoltam, hogy ott leszek ezen a találkozón. Mielőtt Kádár elindult innen Budapestről, telefonon szóltak, hogy ő kéri tartaléktolmácsot. És akkor én lettem. Tehát erre a tanácskozás a február 11 és 14 között sor kerül. Ez a Zavidovo, ez egy vadászház. A tanácskozás 72 órát, tehát ez 3,5 napot tartott, és a maga nemében tényleg szokatlan, mert ez egy négy szem közti beszélgetés volt, a politikai bizottság vagy elnökség tagjaival csak a záró vacsorán találkozott. Elmentünk Zavidovóba, ez kb. 120-130 km Moszkvától, egy nagy rezervátum, a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozott akkor, és ott egy szerény vendégház volt, panelház egyébként, semmi luxus ott nem volt, egyszerű valami, de óriási vadász terület. Megjöttünk ide, oda, Brezsnyev már ott volt, első vacsora, tehát általános. Az első beszélgetés a következő napon reggel volt. Összes problémák, ahogy szokott lenni, világpolitika, európai helyzet, a kínai helyzet és gazdasági kapcsolat. Utána elmentek vadászni. A vadászat után a Brezsnyev azt mondta, hogy időnként Kádár elvtárs, időnként Jánosnak nevezte őt. Akkor este egy külön beszélgettünk, egy férfi beszélgetés, és mondta nekem, hogy én leszek a tolmács. És ő hármasban akkor ott volt valami teli kert, leültünk ott, és ott elkezdődött a beszélgetés a magyar reform, a politikai helyzetről. Ez így volt, hogy a Brezsnyev kézbe tartotta különböző jelentéseket, ekkora köteget, és azt írjak, azt mondjak, ezek mondjak, külföldön azt mondjak. No és ezek a problémák a gazdasági reformmal kapcsolatban. De akkor mondta, hogy úgy látszik, azok az emberek, akik a csapatában dolgoznak, nem mindig helytállnak. A név szerint említette a Nyers Rezsőt. Tehát ezeknek a beszélgetéseknek volt egy olyan tétje, hogy mindezen tartalmi korrekciók mellett azokat az embereket, akik a túlzott eladósodás, a nyugati orientáció, a szocialista rendszer liberalizálása, az ideológiai
élet liberalizálásában szovjet szemmel hibásak, vagy vétkesek, hogy azokat le kell váltani, és ezt nevesíthetjük, tehát, hogy Nyers Rezsőt, Acél Györgyöt, Fehér Lajost, Fokjenőt, Timárt el kell távolítani a vezetésből, ez mindenképpen tárgya volt. Tulajdonképpen ez volt egy mondjuk régi séma alapján, hogy jó cár és rossz bojárok. Kádár jó, de azok, akik körülötte dolgoznak, nem mindig jók. Úgyhogy ez így volt tulajdonképpen a filozófia szempontjából. Hát én már ennyire nem emlékszem, de általában tudtam, mert Kádár beszámolt. Tudtuk, hogy mikor van kint, vagy hol találkozik, mikor van itt a Brezsnyev. Erről mindig tudtunk, és ez egy erkölcsi kötelezettség is volt, amit ő fölvállalt mindig. Tehát mindig adott egy beszámolót. Hogy ebbe a beszámolóba valami nem volt benn, azt persze nem tudtuk észrevenni. Lehet, hogy fölteszem, hogy ez nem lehetett olyan részletes, hogy mindenről kaptunk, de erről tudtam én. A Kádár a politikai bizottság februári ülésén azt elmondta, ez a beszélgetés kemény volt, szokatlan volt. A legsejtelmesebb mondatot azt felolvasnám szó szerint. A Brezsnyev elvtársat ez a mi együttesünk többé-kevésbé ismeri, mint személyiséget és mint embert is. Meglehetősen impulzív ember. Ezeket a gazdasági dolgokat elég bizonytalanul is ismeri. Úgy informálják őt. Na már most ennél a pillanatnál megállnék, mert ez azért egy magyar párt főtitkárától, hogy azt mondja az SKP vezetőjéről, hogy ez egy impulzív ember, akit mondott dolgokat, amiből az informáltsága vagy alulinformáltsága okán talán bizonyos dolgok igazak, mások nem igazak. Ez már önmagában egy rendkívül figyelemre méltó mondat tűnik, azt azért a Kádár pontosan tudja, hogy az oroszoknak a központi bizottságban embereik vannak, hogy minden egyes szava vissza kerül. Egy patthelyzet alakult ki. Kádár érzékelte, hogy fenyegetett helyzetben van, kifogások fogalmazódtak meg Moszkvában a személyével és a politikájával kapcsolatban. Ezek a kifogások a legfelsőbb szintről erednek. Brezsnyevtől és a politbíró tagjaitól. Fenyegetett helyzetben van, de nem tudja, hogy mi lesz a következő lépés. Tehát a maga részéről egy olyan válaszlépésen kell gondolkoznia, ami minden esetre kedvező kiutat jelent. Jelentjük, az utcákon újból áprilisi napfény és felhőárnyék pásztázik, és ezerszínű élet zakatol. Jelentjük, a 2 millió fővárosi ezt a tavaszt is úgy fogadta, mint az előzőeket. Munkája után járva és napozva, a telet háta mögött hagyva, és újból örülve tavaszban megküldő fővárosának. Jelentjük, Pesten ismét sok minden beszélnek. Mondanak jókat, rosszakat, lelkendeznek és morgolódnak. És aki mondja, annak számára minden kicsit igaz is. No és a tények? Hát 1972-ben történt az a szokatlan dolog, hogy Kádár János közelgő 60. születésnapját figyelembe véve kérte a nyugdíjazását, méghozzá nem formálisan, hanem érdemben. Ugye május 10. keltezésű az a levél, amelyben azt írja, hogy első titkári munkakör betöltésén a személy adottságban rejlő mindenkinél természetesen nálam is felelhető különböző hiányosságokat, lelkiismeretesség intenzív munkával törekedtem mindig pótolni. Most azonban, tetszik ez nekem vagy nem, reálisan szembe kell néznem azzal a ténnyel, olyan életkorba léptem, amelyben az ember munka és teherbíró képessége már nem növekszik, ellenkezőleg az idő múlásával évről évre és fokról fokra csökken. Nem olvasom tovább. Ennek a végkonklúziója az, hogy kéri, hogy járuljanak hozzá nyugdíjba vonulásához. Szerintem az ő elhatározásában két része volt. Az egyik ilyen őszinti emberi. 60 éves lettem, nyugdíjas korhatársat, tessék mondani, ha szükségetek van rám, akkor maradok. Ugyanakkor ezzel lefegyverezte összes ellenfélét.
Én azok közé tartoztam, akik már az első tanácskozáson egyfelől helyeseltem a Kádár lépését, de azt hiszem ebbe egyedül álltam, hogy én helyeseltem a lemondást. Elvi okokból helyeseltem a megoldást. Kádár János elvtárs, a Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottságának első titkára, 60 esztendős. További munkájához erőt, egészséget és sok boldogságot kívánunk. Ugyanakkor azt mondtam, hogy maradnia kell Kádárnak, mert az adott helyzetben nem lenne helyes, nincs is ok rá. Mert az ereje nem fogyott el még, és az ő irányítására egyszerűen nem tudnánk pótolni, semmi szükség van. Ez volt a vélemény. Én úgy gondolom, hogy neki bizonyos információi lehettek arról is, hogy itt a Komócsin és a Biszkú, tehát bizonyos emberek utódjelöltek. És ő tulajdonképpen ezt a lemondó levelet, ezt félig komolyan gondoltam, mert mindig minden év, minden 60 évesnek itt el kellett Magyarországon mondani. Már a kísérő szöveg őszintességét én megkérdőjelezem. Ő ki akarta ugratni a nyulat a bokorból, és azt akarta, hogy ezek az emberek stabilizálják. Kádár ellenes nyilatkozatokat nem tettek. Tehát nem mondták azt, hogy le kell mondanod, vagy egyetértünk a lemondásoddal. De több megfontolandót láttak benne. Akkor tele volt az ország rémhírekkel. Tehát 71-ben az, hogy a Kádárt leváltják, vagy elnököt csinálnak, ezzel tele volt a város, mármint a politizáló város. Tehát az, hogy az ő helyzete az stabilizálódik, és ő élen marad, ezt belpolitikailag is ő manifesztálni akarta. De ugyanakkor ennek volt egy jelzése Moszkva felé is, hogy hát ezek az emberek ilyen könnyen leszerelhetők. Tehát az utódjelöltekben nincs annyi manőverező készség, hogy ezt az alkalmat kihasználják. A politikai bizottságban a nyugdíjazási kérelemmel kapcsolatos tárgyalások teljesen titkosan folytak. Zárt üléseket tartott a politikai bizottság, amelynek még csak a jegyzőkönyve sem maradt fenn. Ugyanakkor a nyilvánosság előtt lezajlott közben, 1972. május 26-án, Kádár János születésnapi ebédje. A korabeli kommunista rítustól eltérően ez egy szerény esemény volt, amelyen Kádár egy kötetlen beszédet tartott, mintegy megköszönve a jó kívánságokat, a pohárköszöntőket. Ez lényegében egy epizód volna. Történetesen 60 éves Kádár János, nem kerítettek túl nagy feneket neki, de azért ebben a beszédében volt egy nagyon érdekes mozzanat. Méghozzá minden előzmény nélkül, mert Kádár az ünnepelt ebben a beszédben szemmel láthatóan zavarban volt. Főleg arról beszélt, hogy az ő családjában nem volt szokás soha sem születésnapot, sem névnapot, még csak házassági évfordulót sem ünnepelni. Ez valahogy nem volt szokásban. Beszélt élete nehéz pillanatairól, a börtönről, erről, arról. És akkor egyszer csak lényegében minden átmenet nélkül a következőket mondta, és ezt hadd olvassam fel ezt a néhány mondatot. 1956-ban mondotta, egy olyan súlyos, kritikus helyzet állott elő, aminek tudományosan ellenforradalom a megnevezése. Mi tudjuk, hogy annak, ami 1956-ban történt, ez a tudományos meghatározása. Másoknak az érzésvilága szerint ez forradalom volt. De van egy gyűjtő fogalom, amit mindnyájan elfogadhatunk. Az egy nemzeti tragédia volt. Úttévesztés történt, és ebből tragédia jött létre. Korábban a nyilvánosságban, és kiváltképpen a párt nyilvánossága előtt 1956-ot egyféleképpen lehetett említeni. Ellenforradalom. Itt Kádár egy olyan formulát talált, ami, ha nem is vonta vissza az ellenforradalmat, nem véletlen kétszer is hangsúlyozta, mi tudjuk, hogy ezt úgy hívják, ez a tudományos meghatározás,
De van valami, amit mindnyáján elfogadhatunk, és ez egy elmozdulás ettől. Miután azonban a dolog úgy végződött, hogy ő ideglenesen marad, azt mondta, hogy csak a Brezsnyev elvtársat tájékoztassuk. És akkor, hogy legyünk pontosak, 72. június 28-ai levelet írt Brezsnyevnek, amiben azt írja. A közelmúltban személyes ügyben egy beadvánnyal fordultam a központi bizottsághoz, a központi idő június megtárgyalta és megfelelő hatát lezárta a kérdést. Bár ennek most már napi aktualitása nincs, és továbbra is a központi belső bizalmas ügyéről van szó, én kettők személyes viszonya és a dolog természete miatt, ha senki mást, de ön tájékoztatni akarom, miről is volt szó. Ennyi. Tehát a levélben még van egy-két mondat, de azt gondolom, hogy ebben van a lényeg. Brezsnyevnek ezt rettenetesen nem tetszett. Miért ezt csinálja? Megértette, hogy taktikailag ő ezt csinálja. Én ezt egy manővernek tartom, amivel tulajdonképpen egy bizonyos értelemben bebetonozta magát. Annak, hogy Kádár megtarthatta a hatalmát, hogy a helyén maradhatott, ára volt. 1972. november 14-én és 15-én ülést tartott az MSZNP központi bizottsága, és visszatekintett a gazdasági reform bevezetése óta eltelt időszakra. Olyan határozatokat hoztak, amelyek teljes mértékben nem vonták vissza a gazdasági mechanizmus reformot, de számottevő mértékben szűkítették annak hatókörét. És ez lényegében változatlan maradt szinte a Kádár korszak végéig. Az én véleményem az, hogy egy patthelyzetet eredményezett, amennyiben vissza nem csinált az ország, majdnem semmit, de tovább sem ment. És ezzel, hogy nem ment tovább a reformok útján, mindinkább veszített a hatásosságából a gazdasági rendszer. Annak, hogy Kádár megtarthassa a hatalmát, volt egy második ára is. Ez nem volt más, mint a rossz bojárok feláldozása. Kikerült a politikai bizottságból Nyers Rezső, Acél György, Fehér Lajos, és Kádár menesztette az egyik legrégebbi mozgalmi ismerősét és kapcsolatát, Fok Jenő miniszterelnököt, de a legnagyobb áldozat az mindenképpen Nyers Rezső volt, a gazdasági reform atya. Nyers értette meg tulajdonképpen Kádárral a 60-as évek közepén, hogy miért van szükség ahhoz, hogy az örökre adottnak vett irányítási módszereket megváltoztassák. Hogy miért kell egyáltalán változtatni. És Kádár ezt megértette. Úgyhogy valószínűleg tudta azt is, hogy 1974-ben az egyik legokosabb emberétől válik meg. Ő még azt is mondta nekem, hogy valamelyik beszélgetésünkön, ó, te még vissza fogsz kerülni. De 14 évig persze nem kerültem sehova vissza.
A legkedvesebb vendégeket megillető bensőséges hangulat áradt a Ferihegyi repülőtéren, amikor megérkezett a Leonid Brezsnyev vezetésével hazánkba látogató szovjet párt és kormányküldöttség. A magasrangú vendégeket a magyar párt és állam vezetői élükön Kádár Jánossal meleg szeretettel köszöntötték. A világ figyelme ettől a perctől kezdve 5 napon át Magyarországra összpontosult. Végül a lelkesen integető, tapsoló 10 000-nyi budapesti vette át a vendégszerető házigazda tisztét. Februárban megbeszéltek, hogy jön egy küldöttség élen ide, és ő tekintélyes nagy létszámú küldöttséget, párt és kormány küldöttséget, a legmagasabb szint volt akkor. A Kádár meghívására, a magyar vezetés meghívására megérkezték. Ezzel akartak demonstrálni, hogy támogatják a Kádár, a magyar pártot, és hogy a Szovjetunió Magyarország mellett van. Leonid Brezsnyev Kádár János társaságában jelentős budapesti létesítményeket látogatott meg. Az átadás előtt álló új metróvonal Kossuth-Lajos téri állomásán Szépvölgyi Zoltán, a fővárosi tanács elnöke mutatta be az impozáns létesítményt. Köszönettel szólt arról a nagy segítségről, amelyet a Szovjetunió nyújtott az első budapesti metró építéséhez. Hozzáfűzte, hogy bár a mi metrónk méretei tekintve csak kisöccse lehetne a moszkvainak, azért a pestiek nagyon büszkék rá. Csepelen a hatalmas gyártelep munkásai ezrével várták az udvaron a kedves vendégeket. Mindenki szerette volna személyesen is üdvözölni őket, kezet szorítani velük. A szovjet párt főtitkára saját szavai szerint úgy jött a magyar ipar fellegvárába, mint aki hazaérkezik. Hiszen Kohó mérnök jól ismeri és tiszteli a nagyüzemekben folyó munkát. Nem volt nehéz szót értenie a csepeliekkel. Tehát miközben volt ez a orosz szóval ez a parádnosz, itt minden ilyen bizantiánus és tapsok és beszédek és pohárköszöntök és vég nélküli pohárköszöntök és puszik és csókok és rendjelek a háttérbe ment ez, ami kőkemény realitást jelentett. Óbudára indultak a szovjet és magyar vezetők. Az egykori öreg város részben szovjet házgyári elemekből épített lakónegyed modern tömbjei emelkednek. Leonid Brezsnyev belülről is megtekintette az épülőlakásokat, kritikus szemmel vizsgálta a munka minőségét. Végül elismeréssel szólt a látottakról, amelynek eredményeként egyedül Óbudán 13 000 új lakást adnak át a tulajdonosoknak. Vendégeink betértek a kerület nemrég megnyílt új iskolájába is. Товарищ Леонид Ильич, с любовью я приветствую вас от имени преподавателей, учеников и учениц нашей школы. Мы очень рады, что вы посетили нашу новую школу. Передайте, пожалуйста, наш дружественный привет советским пионерам. Желаем вам силу и здоровья. И из одного немхиваталось беседгетисьбе, azt hiszem, ez kocsiba volt. Én velük együtt voltam. Mondja Brezsnyev a Kádárnak, hogy János, hát nem. Illetve, hogy a magyar elvtársak jól tettek, hogy a te beadványot nem vitattak meg. Minek ez nekünk? Mi nekünk végig kell állni a sorba. Bármi történik. Óriási a felelősségünk, stb. Mert nem tudjuk úgy viselkedni, mint mondjuk a Kekkonen. Elment nyugdíjba, és valahol vadászkunyhóba ül, és a vicces könyveket ír. Ez nem nekünk valója, mondta Kádárnak. Kádár csak bolintott, és nem mondta semmit.
Ugyanezek az őszinte érzelmek családias meghittséggel tükröződtek, amikor a vendégek a Magyar-Szovjet Baráti Társaság székházában jártak. Apró Antal az MSZBT elnöke a társaság aranykoszorús jelvényével tüntette ki Leonid Brezsnyevet. Én megköszönöm azt a megtiszteltetést, amelyben részesítettek azáltal, hogy kitüntettek az önök baráti társaságának aranykoszorús jelvényével. Nem, majd törzsös tenni, hogy... De amikor a kándereltárs majd eljön mi hozzánk, akkor mi valami ilyesmit szintén fogunk csinálni. Volt is, már csináltuk. Itt bulóvász, itt jelenik. Megegyezett a szovjetekkel, hogy ezen a platformon ők tolerálják a dolgokat. Itt a magyar, a belső ellenzékével még akkor nem tudott teljesen megegyezni, de itt erre már ő támaszkodni tudott, tehát az egyik fél ellen támaszkodott a másik félre. Hát ez a lavírozásnak a művészethez tartozik, és akkor ő már a Brezsnyevre támaszkodni tudott. A baráti látogatás befejezése után elkövetkeztek a búcsú percei. Az esti fényárban úszó repülőtéren sok tízezer budapesti köszöntötte elutazás előtt még egyszer Leonid Brezsnyevet és a küldöttség többi tagját. A mi hamarabbi viszontlátás reményében búcsúztunk szeretett vendégeinktől. Kádár Jánosnak tehát 1972-ben és a következő években stabilizálódott a helyzete. Aztán nem sokkal később megszabadult az önjelölt utódaitól is, mert Komocsin Zoltán 1974-ben meghalt, Biszku Bélát viszont, meg Pullai Árpádot és másokat, akik ezt a játszmát Moszkvával együtt játszották volna Kádár ellenében, 1978-ban ugyancsak felmentették tisztségeikből. Kádár tehát utódjelöltek nélkül maradt. De ugyanakkor később ő ezt úgy értette, hogy ez egy örökre szóló mandátum. Ez biztos volt valami benne. Ő nem véletlenül 87-ben Kínába jár. És ő mondta, hogy itt nem rossz tapasztalat ez a Deng Xiaoping esete. Tulajdonképpen a hivatalos cím nélkül, de a nép vezére és bölcse, stb. Itt valami, volt valami szimpatikus neki. És lehet, hogy amikor javasoltak neki, hogy pártelnök legyen, ő erre gondolt. Persze más körülmények, megváltozott körülmények, de ebbe tetszett valami neki, szerintem. Én magam azon gondolkodtam el, hogy marad meg akkor a Kádár az utókor emlékezetében, ha ő akkor valóban a nyugdíjt választja, vagy elfogadják ezt a kérelmet. Hát azért a kockázata benne volt, hogy elfogadják. Akkor egy nagyon érdekes kérdéssel találjuk magunkat szemben, csak éppen a történelemben nincs ha.